Egyszer volt. Korszakok, események, személyiségek Magyarország évszázadaiból. 1944. március 19-én Magyarországot megszállta Adolf Hitler hadserege. Azonnal magasabb szintre léptek a magyarországi zsidók elleni kényszerintézkedések. Április közepétől megkezdődött Magyarországon is a zsidók százezreit összegyűjtő gettók létrehozása. 1944. május közepétől pedig elindult a magyar történelem egyik leginkább tragikus eseménysorozata. 430 ezernél több magyarországi zsidót hurcoltak haláltáborokba a németek irányításával, és a magyar csendőrség, katonaság bizonyos alakulatainak, valamint a magyar közigazgatásban dolgozó szakemberek jelentős részének közreműködésével. 1944. július 6-án a nemzetközi nyomás és bizonyos magyarországi események hatására Horthy Miklós kormányzó megállította a magyar zsidók deportálását. A történészek és a közvélemény a mai napig vitatkozik azon, hogy ez leállítás, vagy valójában csak felfüggesztés volt-e. Tény, hogy a még Magyarországon életben levő zsidók néhány hetes, néhány hónapos lélegzethez jutottak. Budapesten 2022. októberében a Clio Intézet történész konferenciát rendezett a Magyar Holokauszt Kutatás legújabb eredményei címmel Budapest Főváros levéltárában. Az eseményen csaknem 30 előadás hangzott el. A konferencia egyik célja volt az emlékezés Randolph L. Brehem, azaz Abraham Adolf, magyar származású amerikai történész 100. születési évfordulójáról. Brehemnek a holokauszttal kapcsolatos több évtizedes kutatásai jelentősen hozzájárultak a korszak eseményeinek feltárásához és szélesebb körű megismeréséhez. Kedves hallgatók, a következő percekben vázlatosan, néhány főbb gondolatot kiemelve részleteket hallanak a Clio Intézet 2022-ben rendezett a Magyar Holokauszt Kutatás legújabb eredményei című budapesti konferenciájáról. Köszöntöm Önöket, Kis Péter Ernő vagyok. Az 1922 és 2018 között élt Randolph L. Brehem, azaz Abraham Adolf holokauszt kutatóról emlékezett meg a konferencia bevezetőjében a Clio Intézet társügyvezetője, Gellért Ádám történész. Randolph Brehem, a magyar holokausztatás doájnye, az egyik legtermékenyebb, legtöbbet idézett, legnagyobb hatással bíró tudósa, történésze, aki igazából nem holokauszt történésznek született. Ha a magyar holokauszt kutatással foglalkozik bárki, Brehem kikerülhetetlen lesz. Az első munkái már a 60-as évek elején megjelentek, nem csak a holokauszttal foglalkozott, hanem konferencia szervező és minden más tevékenységet is végzett nagyjából 60 éven keresztül. Bárki, aki holokausztatással foglalkozik, Brehem gúnyájából bújt elő, nem csak azért, mert az 1981-ben írt Politics of Genocide című munkáját veszi elő minden kutató, aki ezzel foglalkozik, hanem azért is, mert Brehem volt az, aki a 90-es évek elejétől kezdve ösztöndíjakkal, konferenciákkal próbálta segíteni a mindenfajta holokausztatással foglalkozó magyar és nem magyar kutatóknak az életét. 1981-ben írt kétkötetes munkája, a népírtás politikája, az olyan iránymutató munka, amire mindenki hivatkozik, de említhetném itt a munkaszolgálattal kapcsolatos, az Eichmann-perrel kapcsolatos, vagy a földrajzi enciklopédiáknak a köteteit, nem csak magyarul, hanem angolul is megjelentek. Tehát bárki, aki ma holokauszt kutatással szeretne foglalkozni, az először Brehemmel fog foglalkozni. Egy gyakran emlegetett, de sokak által nem eléggé pontosan ismert jelentésű fogalom tisztázása. Urbancsok Zsolt, történész, levéltáros. Nem lehet megkerülni egy fontos terminológiai kérdést, a zsidó kérdés, illetve a zsidó kérdés megoldása, kifejezések, nagyon rövid magyarázatát. A 19. század második felében Németországban jelent meg a Judenfrage kifejezés, ennek magyarosítása a zsidó kérdés szó. Hellel Ágnes szerint, idézem, onnantól, mikor egy ország a maga zsidó lakosságát másképpen kezeli, mint az ország bármely rendjének vagy osztályának tagjait, létezik zsidó kérdés. Eddig az idézet. A zsidó kérdés megoldása a középkorban még vallási, az újkorban elsősorban
emancipációs kérdés volt. Szélsőséges formája az Endlösung der Jugendfrage, ami a náci Németország részéről az európai zsidóság szervezet és szisztematikus kiirtásának elméletét és gyakorlati megvalósítását jelentette. A fogalom Magyarországon különböző időszakokban különböző tartalommal rendelkezett. Az első zsidó törvény és a német megszállás között a kormányzati politika részéről elsősorban a zsidóság gazdasági és társadalmi térfoglalásának a visszaszorítását jelentette. Ugye ez volt az úgynevezett őrségváltás. Hazánk német megszállása után azonban már sokkal többet jelentett ennél. A zsidóság szervezett kifosztását és zsidómentes Magyarország megteremtését jelentette. Példa a történelmi események személyiség torzító hatására. Imrédi Béla miniszterelnök kormányában a felvidéki ügyek minisztere, majd Sztójai Döme miniszterelnök kormányában belügyminiszter volt Jaros Andor, a magyarországi deportálások egyik főszervezője, akiről a Clio intézet konferenciáján Bajcsi Ildikó történész beszélt. Mind Imrédit, mind Sztójait, mind Jarost háborús bűnösként 1946-ban kivégezték a magyarországi zsidóság százezreinek tragikus sorsáért. Jaros Andor személyének a dekonstruálása azért is nagyon fontos, mivel ugye fehér foltnak számít, mint a felvidéki, mint pedig a magyarországi köztudatban, illetve hát a történetírásban is. Jaros Andort magát úgy ismerjük, mint aki ugye a magyarországi vidéki zsidóság elhurcolásának egyik elsődleges felelőse. Sztójai kormánynak a belügyminisztere volt. Nagyon fontos, hogy ezeknél a személyeknél azt is meg tudjuk nézni, azt is meg tudjuk vizsgálni, hogy az adott személy az hogy jut el ide. Jaros Andor a két háború közötti Csehszlovákiában egyáltalán nem volt antiszemita. Egyetlen egy antiszemita írását nem ismerjük, egyetlen egy zsidó ellenes nézőpontjáról nincsen tudomásunk. A Jaros római katolikus, azonban Jarosra mindvégig jellemző volt az, hogy nem egy meggyőződéses katolikus volt, vagy nem egy olyan mély hite volt, hanem inkább egyfajta ilyen megfelelésből fakadó hit, amely abban is megnyilvánult, hogy azt is elmondta, hogy bizony ő a feleség kérésére járt el gyónni, illetve templomba, szentmisékre. A lényeg az, hogy a két háború közötti karrierjében már megnyilvánult az, és egyre inkább látszott, és főleg az 1930-as években látszott az, hogy egyre inkább szélső jobboldali irányzatokat kezd el képviselni a Magyar Nemzeti Párton belül, és az 1930-as években a modern nacionalizmusnak az elvét vallotta, amelynek a példáját számára Németországon a nácizmus, illetve a fasizmus képviselte. Ugyanakkor el kell mondani azt is, hogy még az 1920-as évek végén Hitlernek a politikáját, Hitlernek a megnyilvánulásait írásaiban Jaros elítélte például a hosszú kések éjszakája kapcsán. Azzal együtt az 1930-as években már a magyar élettérnek, a magyar Lebensraumnak a megteremtéséről is írt, és bizony azt is elmondta, hogy Versailles-nak a revíziójára mindenféleképpen szükség van. Ő lett az Egyesült Magyar Pártnak az egyik vezetője, Eszterházy János mellett, nem véletlenül, hisz Budapest számára ekkor már favoritnak számított Eszterházy Jánosnak a személye. Az Imrédivel való találkozása magának, Jarosnak egy nagyon fontos törésvonalat jelent, hisz úgy tűnik, hogy már a bécsi döntés előtt megegyeztek abban, hogy egyfajta érdekszövetséget kötnek, és egyáltalán nem jelentett problémát Jaros Andor számára, hogy emellé bizony oda csatlakozódott Imrédi alapján, és Imrédinek az elvei a kormánya alapján az antiszemitizmus. Azonnal megkapta a felvidéki miniszteri posztot Jaros Andor 1938. november 16-án, teljhatalmat kapott Imréditől. Imrédinek azért is volt szüksége Jaros Andorra, mert ekkor ugye válságban volt a kormány, és Jaros Andor garantálta számára a felvidéki képviselőknek a szavazatát. Minden esetre magát a pártot is Imrédinek az elvei alá csatlakoztatta be Jaros Andor, tehát az Egyesült Magyar Pártot, vagy a Felvidéki Magyar Pártot, és vitte magával szinte az összes felvidéki magyar képviselőt. És elkezdték követni Jarosnak az antiszemita, zsidó ellenes elveit ekkor már, és egészen korán, mert azt lehet elmondani, hogy 1938. decemberétől, amikor megjelenítődik az ő pártprogramjuk, már akkor megjelennek ezek a zsidó
zsidó ellenes jelszavak, és bizony Jaros Andor ebben a hangadó. Jaros Andor mindvégig hangsúlyozta azt, hogy bizony voltak a felvidéki zsidók között is olyanok, akik már a két háború közötti időszakban is kiálltak a magyarság védelmében. Azért itt hangsúlyozni kell azt is, hogy mindvégig kiemelte, hogy itt csak pár zsidóról van szó. A törvényi szabályozását a zsidó kérdésnek Jaros Andor kezdettől fogva támogatta és hangsúlyozta, viszont azt is hangsúlyozta végig, hogy a nemzethűségi alapon a felvidéki zsidók közül azokat, akik hűségesek voltak és maradtak a magyarsághoz, ki kell emelni. Egyébként a nemzethűség elvére épültek rá azok az igazoltatások, amelyek alapján a zsidók kikerültek az állami apparátusból Csehszlovákiában, vagyis hogy a visszatért felvidéken. Ugye az ipar engedélyeknek a revíziója volt egy olyan pont, amely szintén nemzethűségi alapon, de nagyon kevés zsidó kaphatta meg ezeket az iparengedélyeket, viszont a cél az volt, hogy tulajdonképpen zsidótlanítsák a felvidéki gazdaságot, és egyébként ez nagyrészt sikerült. Zsidóiparosoknak a 60%-ától vették el ekkor az iparengedélyt, legalábbis azok alapján, az adatok alapján, amiket aztán a felvidéki minisztériumnak a megszűnésekor 1940 márciusában közölt Jaros Andor. Jaros Andor mindvégig támogatta a második zsidótörvénynek a beiktatását, de ugye azt is hangsúlyozta, hogy szükség van egy olyan kitételre, amely alapján meg lehet különböztetni azokat a nemzetileg hűséges felvidéki zsidókat, akikre nem szabad, hogy vonatkozzanak ezek a törvények, hisz ők nem hajóztak együtt a csehekkel annak idején, hanem bizony ők kitartottak mindvégig a magyarság mellett a két háború közötti időben. Egyébként Jaros egyáltalán nem gondolt itt nagyon sok emberre, főleg azokra a családfőkre, akik az ő köreihez közel álltak. Egyrészt gazdasági alapon, másrészt pedig az egykori magyar nemzeti párban együtt dolgoztak. Azonban ezek a mentesítések nem nagyon voltak hosszú távúak, és nagyon-nagyon-nagyon leképezték azt a cinikus hozzáállást, amit maga Jaros Andor is képviselt a zsidó kérdéssel kapcsolatban. Hiszen amikor 1941-ben levelet írtak Teleki Párnak ezek a zsidók, akkor leírták, hogy ők maguk is gazdasági szinten nagyon erősen diszkriminálva vannak, és azt mondták, hogy bizony elég komoly gazdasági problémákkal küszködnek nem csak ők, hanem a családjaik is. Ez 1938-as első bécsi döntés, az gyökeres változás jelentett Jaros Andornak a politikai élet pályájában. A zsidó ellenes jelszavak korábban nem jelentek meg az ő szókészletében, azonban amikor kihallgatták őt 1945-ben, 45-46-ban, ő azt nyilatkozta, hogy korábban is hasonló elveket vallott. 1939. januárjától egyébként már faji kérdésként definiálja a zsidó kérdést, mindvégig azt vallotta, hogy ő soha nem volt antiszemita. És a magyarság védelme érdekében határolódott el a zsidóktól. Azt is hangsúlyozta, hogy a magyarság érdekei elváltak a zsidóság érdekeitől, amikor Németországnak az egyik legfontosabb külpolitikai partnerévé vált Magyarország, és innentől kezdve nem volt kérdés. Pozitívumok, negatívumok egy miniszterelnök második világháborús szerepéről. Pritz Pál történész néhány reflexiója Kállai Miklósról a Clio intézet konferenciáján. Társadalmunknak a szakadékos megosztottsága is a holokauszt történetében is világosan meglátszik. Tehát van, akinek leginkább és nagyon érthető módon az fáj, hogy mi történt, milyen szörnyűség történt Magyarországon 1944-ben. Mások pedig a legnagyobb világfájdalmat a trianoni döntésben látják, és még ma is az lenne nagyszerű, hogyha össze lehetne simítani mégis ezeket a különféle fájdalmak szülte nézőpontokat. Bár nem vagyok holokauszt kutató, nem vagyok érintett sem, engem kértek föl, hogy írja meg a Kállai kormány zsidópolitikáját. Következő döbbenetes dolgokat tapasztaltam. Az egyik az, hogy igen tájékozott, adott esetben érintett személyek sem tudnak többet, mint három zsidótörvény. A Kállai kormánynak a rovásán van a negyedik zsidótörvény, amelyről azt írtam, és most is fönntartom, hogy sok szempontból a legrohasztóbb hatású a negyedik zsidó törvény volt, mert a zsidó származásúak
mezőgazdasági és erdőgazdasági ingatlanról szóló és széles zabrálási lehetőségeket megnyitó törvény azt jelentette, hogy kinek van valami fajta jogcíme, hogy munkanélkül benyújtson igényt arra, hogy olyasmivel kerüljön birtokosi viszonyban, ami az egyébként korábban semmilyen nem volt. Tehát a magyar társadalomnak, és ez nem persze magyar sajátosság, a korrupciós penetrációja az jelentős mértékben ennek a negyedikként számon tartott zsidó törvénynek a hatására következett be. Ugyanakkor valójában a történet ennél sokkal cifrább. A Kállai kormánynak két zsidó törvény nyomja a vállát. Van egy óriási nagy vita, ebben is mélyen megvan osztva a magyar társadalom. Most nekünk mi a felelősségünk a 44-es szörnyűségekért? Az egyik az, hogy nekünk semmi közünk, hát megszárták ezt az országot. A másik az pedig azt mondja, hát dehogy is ez pont ellenkezőleg történt. És azt gondolom, hogy itt is, ha a műhelyek és a szemléletek összecsiszolódnának, a pillanatnyi helyzet az úgy szól, hogy addig, amíg hát nagyon sokáig Magyarországon a döntő kérdés az volt, hogy miképpen lehetne kiigazítani azt a történelmi malört, ami Trianonba bekövetkezett. Én 50 év kutatásai alapján azt gondolom, hogy az lett volna a bölcs dolog, ami berendezkedünk a trianoni ketrecbe 1920-ban. Most is abban vagyunk, de sok szempontból azért kedvezőbb körülmények között, mert a történelem meghozta az Európai Uniót, meghozta azokat a szupranacionális intézményi kereteket, amelyek révén gond nélkül lehet tulajdon szerezni Szlovákiában, Romániában, szabadon áramlik a tőke, szabadon áramlanak a gondolatok, és így tovább, és így tovább. Tehát ilyen szempontból már meghaladtuk Trianon. De sok szempontból, ha azt nézzük, hogy Marosvásárhelyen az Istennek nem lehet megcsinálni egy orvosi egyetemet magyar nyelven, Malina Hedvig tudomásom szerint nem érkezett vissza Szlovákiába. Most a szerbek ugyan nem verik fejbe azt az embert, aki megszólal magyarul, mert nagyon fontos, hogy a magyar igen az ő csatlakozásukhoz, amely hát úgy tűnik, hogy még egy jó darabig nem fog bekövetkezni, ezért most nagyon barátságosak velünk szemben. De hát azért nem olyan régen még ott is igazából kiállt egy-egy pofon, ha valaki megszólalt magyarul. Tehát ilyen szempontból természetesen létezik Trianon, de ennél van egy sokkal furcsább história is. Sebastian Hafnernek, egy német publicistának a Anmerkungen zum Hitler című munkájáról beszélek, amikor azt mondja, hogy lényegében Izrael államnak a megszületését kontraproduktív módon a Nemzeti Szocialista Németország állította elő. Ha köztörténetileg, filológiai pontosan megnézzük, hogy az angolok mi mindent tettek meg annak érdekében, hogy az önálló Izrael állam leszülessen meg, 44 pokla után egy olyan erkölcsi helyzet alakult ki, amikor már a britek is föltették a kezüket. Ha tényeket lehet relativizálni, a Kállai kormánynak azért a legnagyobb értékét azt tartom, hogy ebben az időszakban nem süllyedt el Magyarország még jobban a háború mocsarába. A második magyar hadseregnek a kikerülése az még valójában Bárdosinnak a számlájára írandó. Ez a magyar állam képes volt védeni a magyar zsidó származású honpolgárainkat, kell ezeket mind képes volt, tudott védeni a magyar állam 44 márciusáig. Két csacsiság kötődik Kállai kormány nevéhez, amitől jó volna megszabadulnunk. Az egyik az az úgynevezett Kállai kettős, vagy a Kállai az, hol ide táncolt, hol oda táncolt. Kérem szépen, a Kállai egy irányba vitte a politikát, miképpen lehetne ebből a szörnyűségből valamennyire megszabadulni, hogy védje a magyar államnak a függetlenségét, védje a magyar értékeket, és ebbe beletartozott természetesen a zsidóságnak az élete is. A másik história pedig a kiugrás, hogy a Kállai állítólag folyton azon törte a fejét, hogy hogyan lehetne kiugorni. Elég hamar megmondták neki Londonba, hogy nincs kiugrás, abban az esetben, hogyha ön változtatni akar a politikáján, akkor tessék Moszkvához fordulni. Kállaiba volt annyi judicium, miközben sok szempontból egy romantikus nemzetszemlélettel rendelkezett, ami a zsidó kérdésben is azért ott hagyta negatív lenyomatát a gondolkodásában, hogy ha itt meg fog jelenni a vörös hadsereg, akkor Magyarországon előbb-utóbb a polgári rendnek is vége lesz. Vége lett.
Mi lehetett a magyar közigazgatási apparátus körülbelül 200 ezer szakember felelőssége 1944 a holokauszt eseményeiben? Hallgatói kérdés és a szakember válasza a Clio intézet konferenciáján. Elnézést, hogy megszólalok, mint volt köztisztviselő, teszem ezt. Hadd tegyek fel egy kérdést. Hallottuk azt a 200 ezeres számot, ami a közigazgatási karnak a számát jelölte meg, mint akik úgymond a holokauszt végrehajtásába, a folyamatok lezajlásába szerepet játszottak. Valószínűsítem, hogy ebben a korszakban sem mindenki olyan dologgal foglalkozott a közigazgatásban, hogy egyáltalán ez a feladat felmerült volna, hogy ezeknek a deportálásnak, vagy a zsidó ellenes intézkedéseknek a végrehajtásába közreműködjön. Tehát szerintem, amikor erről a 200 ezerről beszélnek, jó lenne kicsit szűrni, akiknél egyáltalán ez a közreműködés felmerülhet. Például aki építési engedélyeket adott ki, az is foglalkozott, vagy aki árvízvédelemmel foglalkozott. Tényleg mind a 200 ezer? Én nem hiszem. Köszönöm szépen, én megpróbálok erre pár mondatban válaszolni. Urbancsok Zsolt, történész, levéltáros. Ugye az egyik dolog az, hogy 1944-ben vagyunk, német megszállás után, nagyon sokan a közigazgatásból a frontokon vannak, kicsi az apparátus, a zsidó ügyek rá telepednek, nem csak a közigazgatásra, a pénzügyi igazgatásra, a rendőrségnek nincs kapacitása, tehát gyakorlatilag szinte mindenkit a vízügyi igazgatástól kezdve az anyakönyvi hivatalon át be kellett valamilyen szinten vonni, ami a deportálást meg a gettózást jelentette. Közigazgatási tisztviselők között is biztos, hogy volt olyan, aki azt mondta, hogy tisztában vagyok ennek a törvénytelen, és nem hajtom végre, más viszont végrehajtotta. Jó példa erre Hódmezővásárhely alpolgármestere észrevette a gettó rendeletben azt a kis kaput, ami fölmentette az alól, hogy ő gettót jelöljön ki, és Vásárhelyen nem volt gettó. Lehetett volna, nem lehetett volna, milyen mozgástér volt, elvárható-e, ugye Bibó azt mondja, hogy elvárható lett volna, a közigazgatási karnak ellen kellett volna állnia, de például a Fehér Ferenc azt mondja, hogy nem lehet elvárni, mert nem volt egy minta, Horthy a helyén maradt például. Tehát nagyon érdekes, nagyon összetett kérdés, és bizony benne volt ebbe a közigazgatási apparátus, kénytelen, kelletlen, ahogy Ránkivel is írta, de végrehajtotta ezeket a többség. Melyek lehetnek a magyarországi holokauszt kutatásának irányai a jövőben? Néhány felvetés Végső István történésztől. Források és szakirodalom ütköztetése és összegzésére lenne szükség. A vidéki zsidó tanácsok történetét fel kellene részleteiben tárni, illetve a kasznermentésben érintett hitközségek történetét is fel kellene alaposan tárni. Hát arról nem is beszélve, nyilván a zsidó tanácsok elleni pereket is minél alaposabban fel kellene tárni. Gyűjtőtáborok, listák, számok, tehát itt még a számokban sincsen egyesség, még egy komoly kutatásra van szükség, hogy gyakorlatilag mennyien kerültek Auschwitz helyett Strasbourgba. A zsidó tanácsok történészi megítélése is ugye hát nagyon vegyes képet mutat, a korai holokauszt kutatók, ugye főleg Léva Jenő és Raúl Hilberg alapvetően elítélően szólt a zsidó tanácsok működéséről, Hanárend is ehhez csatlakozott, aztán van egy másik iskola, Trank Weiss, szembehelyezkedett Hilberggel és Arendel, szerintük lehetőségeikhez képest a zsidó tanácsok igyekeztek menteni a közösségeket, és van egy, szerintem egy harmadik narratíva is van, ezt Heller Ágnes, Brehem, Molnár Judit és Mitchman képviseli szerintem is. Hát persze nyilván sok más holokauszt kutató is, hogy a holokauszt nem a zsidó tanácsokon múlott. Valójában ők is látják a hibákat, de nem ők tehetnek a zsidók üldözéséről. A magyar holokauszt kutatás legújabb eredményei. Részleteket hallottak a Clio intézet 2022-ben megrendezett budapesti konferenciájáról. Egyszer volt.